Tervezd meg a jövődet címmel országos konzultációba kezdve Mi Hazánk ifjai, hogy a fiatalokat bevonjuk a politikába, és érezzék, hogy a politika valójában róluk is szól. A Mi Hazánk mozgalom szerint és a Mi Hazánk ifjai szerint az elmúlt 30 év kormányainak közös bűne, hogy a fiatalok elfordultak a politikától, sőt, valójában soha nem is vettek benne olyan arányban részt, mint az idősebb korosztályok. Célkitűzésünk, hogy ezen változtassunk, és ezt úgy tudjuk elérni, hogyha az ő hangjukat hallatjuk, akár az országgyűlésben, akár más közéleti fórumokon. Alulról építkező mozgalomként különösen nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni arra, hogy a hiteles információkat megszerezzük az emberektől, így a fiatalabb korosztálytól is. Tehát nem olyan konzultációt szeretnénk indítani, amely milliárdokba kerül, és valójában dedós kérdéseket tesznek fel benne, hanem a fiatalok valódi problémái érdekelnek minket országszerte. Szeretnénk azt, hogyha a fiatalok éreznék, hogy Magyarország nem csak elvárja, hogy szeressék a hazájukat, hanem érezzék, hogy a hazájuk viszont szereti őket, érezzék azt, hogy a politikusok, a Mi Hazánk mozgalom tagjai értük is dolgoznak, és egy biztos pont legyen a haza az életükben, és tervezhető a jövőjük itt Magyarországon. És a részletekről pedig Binder Csaba, a Mi Hazánk ifjainak alelnöke mond el néhány szót. Tervezd meg a jövődet című kampányunk keretében várunk kultjainkhoz minden olyan fiatalt, akik meg szeretnék osztani az őket érintő három fő problémát. Legyen szó akár az oktatás hibáiról, a fiatalokat érintő lakhatási kérdésekről, diákhitelről, vagy a kivándorlás kérdéséről. Célunk minél több fiatallal együtt gondolkodni a közös jövőnkről, valamint az egy hónapos tandolásunkat követően a Mi Hazánk mozgalom országgyűlési képviselőivel ezekre a felmerülő problémákra megoldási javaslatokat keresni. Ebben kifejezetten nagy segítségünkre lesz a mellettem álló Dúró Dóra, aki az országgyűlés legfiatalabb képviselőnője. A kormánypártokkal ellentétben mi nem milliárdokból konzultálunk, hanem ingyen és sokkal közvetlenebb módon keressük fel a magyar fiatalokat.